válság óta lényegében mindenhol a világban, hogy a piac önszabályozó tevékenysége nem pótolja az állami szabályozást. De a magyar kormány abba sem hisz, hogy ezen a szabályozáson túl bele kéne lépnie a piaci mozgásokba. A magyar kormány abba hisz, hogy olyan szabályozást kell létrehozni, amely a magyar állampolgárok teljes körű védelmét szolgálja, akár a pénzpiacok, akár más területekkel kapcsolatban, de ezen túl a piac belső működése kell, hogy meghatározza. Nyilvánvalóan azért jön létre ilyen oldal, mert különbség van pénzügyi intézetek szolgáltatásai között. Arról ne is beszéljünk egyébként, hogy a Magyarországon lévő pénzügyi intézetek és mondjuk a Lajtán túlélő pénzügyi intézetek szolgáltatásainak ára között mekkora különbség van, de ez már egy piaci kérdés, úgyhogy a magyar kormány semmilyen módon nem foglalkozik.